épül a híd. Az Árpád utca és a Csónakázótó sziget között jövő januárra készül el az átjáró. A mentők és a parkfenntartó autói is áthaladhatnak rajta. Olcsóbb a tűzifa. A kormány kiterjesztette a rezsicsökkentést, 10%-kal olcsóbb a tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. Szombathelyen is sok a megrendelő. 72 óra kompromisszum nélkül, az önkéntes munkát népszerűsíti a hétvégi akció. A vasmegyei fiatalok elsősorban karitatív munkában vesznek részt. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Újabb mérföldkövéhez érkezett Szombathely zöld szívének megújítása. Az új Városliget építése Szombathelyen projekt megvalósításának következő eleme a Csónakázótó új hídjának megépítése. Több mint 700 millió forintot nyert az integrált városfejlesztési stratégia három keretében Szombathely. A program elemek közé tartozik az Árpád utcát és a Csónakázótó szigetét összekötő híd. A közel 35 méter hosszú és 3,5 méter széles híd építése már elkezdődött. Az első munkafázis a mederfeltöltés, ehhez homokos kavicsot és tört betont használnak fel. Fontosnak tartom, hogy amúgy mentőautóval is be lehet ezután menni, tehát nem kell adott esetben, ha szükség van rá, akkor gyalog a mentő dolgozóknak futni a bajba jutotthoz. A sziget akadálymentes megközelítése megkönnyíti a terület felújítási munkálatait és a jövőbeni parkfenntartói feladatok elvégzését is. A híd kialakítása lehetővé teszi, hogy bevezessék a közműveket a szigetre. Ez a híd két részből fog állni, előre gyártott, tehát üzembe készül a rácsos tartószerkezete, két végén fixen befogott lesz, középen egy ideiglenes állványra lesz föltámasztva, amíg a dilatáció el nem lesz helyezve, és utána ez az állvány ez elbontásra kerül. Az Árpád utca felőli oldalon sétány épül, ez relaxációs és pihenőhelyet biztosít a kilátogatók számára. A tervek szerint a híd jövő januárra készül el. A program elemek közül a Csónakázótó körüli parkolók és nyilvános mellékhelyiségek kivitelezési munkálatai jelenleg is zajlanak. Október 2-ától 10%-kal olcsóbb a tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. A kormány ugyanis kiterjesztette a rezsicsökkentést. A Szombathelyi Erdészeti ZRT-nél az elmúlt napokban már több mint 400 köbméter kedvezményes árufára fizettek be. Gyimesi Árpádék megvették már az idei tüzelőt, fel is hasogatták. Cserépkályhával fűtenek, egy szezonban 8 köbméter fára van szükségük. Szerették még az idén egy kocsival hozatni, hogy ma jövő tiéde is hadd száradjon. A nyugdíjas férfi azt mondja, mindig az erdészettől szerzik be a tüzelőt, a tűzifa rezsicsökkentésről stábunktól hallott először. Én még olyan embert nem hallottam, aki rosszul érintett az, hogy kevesebbet kell fizetni valamiért. Október 2-án jelentette be a földművelősügyi miniszter, hogy az agrártárca csatlakozott a kormány rezsicsökkentést kibővítő intézkedéséhez, így az ország 22 állami erdőgazdaságánál 10%-kal olcsóbb lett a tűzifa. A Szombathelyi Erdészeti ZRT központjában egymást érik a vásárlók. A bejelentés óta már 400 köbméter fát igényelt a lakosság Vas megyében. Ha csak fával tüzelünk, akkor olyan 12 köbméter elmegy egy évbe, családi házba vagyunk. Ha szénnel keverve van, tehát nekünk ez mindenféleképpen jól jött, mert így úgy érezzük, hogy nem csak azok az emberek vannak érintve ebbe, akik központi fűtéssel, tehát értem alatt a panellakásban vannak, hanem gondoltak ránk is így. Sokan érdeklődnek telefonon a tűzifa rezsicsökkentésről, attól tartanak, elfogy az olcsó fa. Itt a tél közelettével egy 1000 és 5000 köbméter lesz az az igény itt Vas megyében, amellyel számolhatunk, de természetesen, hogyha ez nem lesz elég, és ennél nagyobb lesz az érdeklődés, akkor az erdők tartalmas kezelésének határáig el tudunk menni, így ki tudjuk szolgálni a lakosokat maradéktalanul. Vas megyében évente 35-40 ezer köbméter fát adnak el az állami erdőkből. A most indult tűzifa rezsicsökkentési programban országosan 170 ezer köbméter fa áll rendelkezésre az erdőgazdaságoknál. A részlet tekről a Sárvári parkerdő mellett tartottak sajtótájékoztatót, amelyen Ák Péter országgyűlési képviselő is részt vett.
Megígértük, megcsináltuk. Így lehet összefoglalni azt a bejelentést, amely a mai nap kapcsán elhangzott a tűzifarezsi csökkentés nyomán, hiszen ez egy nagyon fontos intézkedés volt. Az én választókörzetemben 77 település tartozik, ezek közül 70 falu, és az emberek jó része tűzifával fűt. A tűzifa rezsicsökkentés keretében egy család maximum 10 köbméter fát vásárolhat kedvezményesen, amelyet az erdészet térítés ellenében szállít házhoz. A tűzifa rezsicsökkentés nem azonos a szociális tűzifa programmal, amely az előző évekhez hasonlóan folytatódik. Új játszótér várja az oladi gyerekeket. A 11 millió forintból megújult Kodály Zoltán utcai játszóparkot kedden adták át. Isten áldása legyen ezen a játszótéren, Isten áldása legyen a gyermekeken, a családokon, akik idejönnek, mindazokon, akik erre járnak. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek áldja meg ezt a helyet. Gregersen Labosa György lelkész áldotta meg az új játszóteret az oladi lakótelep szívében. A pályázatot az Evangélikus Egyház nyújtotta be a Szombathelyi Önkormányzattal és a Bartók Béla Lakásfenntartó Szövetkezettel együttműködve. A játszópark mindenben megfelel az Európai Uniós szabványnak. A jövő generáció nevelődik itt, jövő generációnak a hangját hallják. Ez a játszótér, mint ennek a lakótelepnek több játszótere is, hát eléggé strapált állapotban volt. Aki másoknak ad, maga is felüdül. Ezt a szemléletet követte az Evangélikus Egyház, amikor benyújtotta a pályázatot. A Szombathely Evangélikus Egyházközség most már évek óta arra törekszik, hogy bármit tesz, legyen ez a szociális területen, oktatás területen, ez ne egyszerűen csak a saját magunk közösségét szolgálja, hanem a közjót is szolgálja. A tervek szerint mintegy 34 millió forintból további játszótereket is felújítanak majd a városban. Az önkormányzattól kaptunk további megbízásokat is, emellett a játszótér mellett. Ez a képviselői kereteknek a felajánlásából a különféle zöldfelületi és fenntartási, valamint parképítési munkáknak a részeit takarja ez. Ez alatt játszótér építéseket, felújításokat, valamint zöldfelületben található útburkolat felújításokat jelenti. Az oladi játszóteret 1-től 13 éves korig minden gyerek használhatja. Igyekeztünk ezt a korábban nagyon szögletes teret egy kicsit megnyitni, a zöldbe belevezetni a játszóteret, és egy fantáziadús kialakítást létrehozni. Az eszközök kiválasztásánál figyelembe vették azt is, hogy azokkal a gyerekek fejleszthessék izomzatukat, erőnlétüket, állóképességüket és egyensúlyérzéküket. Csütörtökön kezdődik a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció. A 8. alkalommal megrendezett programról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők. Ha szeretnéd próbára tenni magad, ha szeretnél másokért tenni, ha érdekel az önkéntes munka, ha kihívást keresel, téged is vár idén októberben a 72 óra kompromisszum nélkül. A Katolikus, Evangélikus és Református Egyház 2006-ban szervezte meg először a 72 óra kompromisszum nélkül programot, azzal a céllal, hogy népszerűsítse az önkéntes munkát, növelje annak elismertségét, tudatosítsa fontosságát. Fiatalokból álló csoportok 3 napon át folytatnak szociális, karitatív, ökológiai vagy fejlesztő, építő tevékenységet változatos helyszíneken, segítve rászoruló embereken és környezetükön. Megismerhessék a segítésnek az örömét, a közösség szolgálatnak az örömét, illetve különböző olyan élethelyzeteket tapasztalhassanak meg, amit általában úgy elkerülnek a hétköznapi életben, mint például idősek látogatása, vagy fogyatékos gyerekekkel való találkozás, együttjátszás. Tavaly országosan 9000, Szombathelyen 300 fiatalt sikerült megszólítani. Idén is sokféle munkában vehetnek részt a csapatok, kerítést festhetnek, épületfelújítási munkában vehetnek részt, fát ültethetnek, szemetet szedhetnek, erdőt takaríthatnak, gyerekekkel, mozgássérültekkel, betegekkel foglalkozhatnak. A 3 történelmi egyház szervezi a programot, de bárkit várunk, tehát nem vallásos fiatalokat is ugyanúgy, mint vallásosokat, hiszen ez egy nagyszerű terep arra, hogy megismerjék egymást, egymás értékeit, és a munka az, ami összehozza az embereket és a fiatalokat. Szombathelyen, Táplán-Szentkereszten, Rumban, Meszlenben, Szentpéterfán is be lehet kapcsolódni önkéntes munkába, de saját maguk által kitalált projekttel is jelentkezhetnek a fiatalok. További információk a 72 óra.hu weboldalon olvashatóak.
A Proszavária által kezdeményezett vitafórum sorozat utolsó állomásán a polgármester jelöltek ültek asztalhoz. A korábbiakhoz hasonlóan a Fidesz-KDNP most sem vett részt a vitában. Balassa Péter kezdte a felszólalások sorát. A Jobbik polgármester jelöltje szerint az elmúlt 24 év politikájának köszönhető, hogy nagyon kevés érdeklődő jött el a vitára. Hozzátette, ők hiteles, igényes és átlátható Szombathelyt szeretnének. A választók véleményét kikérve körzetenként alkotnának programot. A Jobbik szerint egy alpolgármester elegendő lenne. Terveik között szerepel a közterületfelügyelet megszüntetése és a csendőrség létrehozása. Horváth Zoltán, a Lehet más a politika polgármester jelöltje, zöldebb és tisztább várost szeretne. Növelnék a zöld területeket, fejlesztenék a peremkerületeket, támogatnák az egységes városkép kialakítását a lakótelepeken. Szólt arról is, hogy fenntartható gazdaságfejlesztésben gondolkodnak, rendbe tennék az oktatást és közösségi rendőrséget hoznának létre. Szerinte a köztéri kamerák a felderítésben segítenek, de a bűnmegelőzésben nem. Molnár Miklós, a Proszavária polgármester jelöltje szerint mindig az alulról jövő, szakmailag megalapozott kezdeményezések hoznak sikert. Könnyűipari központot hoznának létre a városban, a hátrányos helyzetűeknek pedig a szociális gazdaságban biztosítanának minimálbér feletti fizetéseket. Szólt arról is, hogy a közeljövőben duplájára nőhet a börtön létszáma. Ez gazdaságilag előnyös lehet, de javasolják, hogy a rabok saját városukba szabaduljanak. Ipkovics György, a baloldali összefogás polgármester jelöltje nagyobb nyilvánosságot adna a közgyűléseknek. Szerinte nem volt vállalhatatlan a város adóssága, azzal, hogy az állam átvette, forrásokat is elvitt. Szólt arról is, hogy mini városközpontokat alakítanának ki, átszerveznék a járóbetegellátást, fejlesztenék az ipari parkot és útfelújítási programba kezdenének. Fontosnak tartja azt is, hogy megoldódjon a Falkógyár ügye. Aztán megváltozott a városvezetés felé. A hétvégén ünnepélyesen felavatták a Gyöngyház egységes óvodát és bölcsődét. Az intézmény korszerűsítésére és bővítésére Lukácsháza és Gyöngyös falu közösen pályázott. A beruházás több mint 230 millió forintba került, melynek fele uniós támogatás. Ez egy olyan gyarapodó település, amelynek azt gondolom, hogy a 21. században egy európai falunak lennie kell. Lukácsháza folyamatosan fejlődik, de jó hír a többi településnek is, hogy a kormány a jövőben a pályázati önrész biztosításához hozzájárul, mondta Ák Péter országgyűlési képviselő az avató beszédében. Az óvodások színes műsora és a felújított épület együttes megáldása után vehette át jelképesen a kivitelezőtől az intézmény kulcsait az óvoda vezető. Négy csoportban fogadhatjuk a gyerekeket, és lehetőségünk van arra szeptember 1-től, hogy az egyik csoportban 5 bölcsődéskorú kisgyereket is tudunk nevelni. A szülők élnek is ezzel a lehetőséggel. Lukácsházán 40 éve működik óvoda, a faluban és a környékén egyre több a kisgyerek, így nagy szükség volt a fejlesztésre. A másik is egy kedves aranyos volt, de azért ez egy csoda. Itt élmény, minden nap boldogsággal jönnek tényleg az óvodába, és nagyon, nagyon szeretnek ide járni. Rengeteg játék van, igen, szeretnek a konyhát, azt nagyon szeretik ugye a lányok, igen. Meg hát minden. Sőt, az óvónők a kedvencek, ugye nagyon szeretjük az óvónőket, igaz, lányok? Igen. Az óvoda 100 férőhelyes, jelenleg 87 kisgyermek jár ide. Per pillanat 5 település használja már ezt az óvodát. Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpad, Gyöngyösfalu és Lukácsháza gyermekei már itt vannak egy integrált egységbe. Én abba bízom, hogy a társ települések Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely és Cák az óvodáskorú gyerekek szintén ide fognak érkezni. Lukácsháza és Gyöngyösfalu közösen pályázott, hogy megépülhessen az új óvoda, 120 millió forintos uniós támogatást nyertek. A beruházás 230 millió forintba került. Nagy öröm számunkra, hogy ez így történt. Hát negyedik nekifutásra megmondom őszintén, és a negyedik tervezési nekifutásra sikerült ezt az óvodát, de
A végén mégiscsak az az öröm, hogy így lett a legmodernabb és a legszebb. A korszerű intézményben sószoba, fejlesztő szoba is rendelkezésre áll, az épület fűtéséhez a megújuló energiát is hasznosítják. A beruházás részeként kialakítottak egy 300 adagos konyhát, valamint új játszóudvar is készült. Új szezon, új remények a Falkó számára. Indul a férfi kosárlabda NB1 2014-2015-ös idénye. A klub vezetői szurkolói ankéton ismertették céljaikat és a csapat összetételében végrehajtott változtatásokat. A tavalyi szezon volt a Falkó történetének eddigi leggyengébb szezonja. Nem meglepő tehát, ha a vezetőség teljes vérátömlesztést hajtott végre a csapaton belül. Összesen 6 utánpótláskorú saját nevelési játékosunk maradt a felnőtt keretbe. Hoztunk 6 játékost, akik úgy tűnik, hogy sikerült beépíteni a csapatba. A csapat jól teljesített a felkészülési mérkőzések során, de ebből nem szabad hosszú távú következtetéseket levonni, akkor sem, ha jó, és akkor sem, ha rossz eredményeket ér el a csapat, hangzott el az ankéton. A cél a legjobb 8-ba kerülés. A Paks és a Szolnok ellen mind a kétszer mutattuk azt, hogy igenis van ebben a csapatban lehetőség, perspektíva, de tudunk sajnos úgy is játszani, ahogy a Soponnal játszottunk, de mondom, idő kell ennek. Perl Zoltán személyében saját nevelésű kapitánya lesz a sárga feketéknek. Egyéni szempontból úgy gondolom, hogy a tavalyi évem az jól sikerült. Szeretném ezt a formát tovább tartani és fejlődni, amiben kell, de úgy gondolom, hogy nem ez az elsődleges szempont, hanem hogy tényleg minél több győzelmet szerezzünk csapatként. Az önkormányzat, mint a klub 100%-os tulajdonosa, eddig is mindenben segítette és támogatta a Falkót, és ez a jövőben is így lesz. Úgy gondolom, hogy a biztos anyagi háttér szükséges ahhoz a jó szerepléshez, amihez a Kálmán László vezetőedző a maximális biztosíték, és én azt mondhatom, hogy egy nagyon erős csapat, ami kialakul. További hír a sárga feketék házatájáról, hogy új sportszergyártóval kötöttek megállapodást. Ennek értelmében a Falkó új Zeus mezben lép pályára a 2014-15-ös szezonban. A szombathelyek az első fordulóban szabadnaposak lesznek, ezt követően Jászberénybe látogatnak, ahova kellő számú jelentkező esetén ingyenes szurkolói buszt indítanak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.